Jó estét kívánok! Zsírban, kacsa zsírban, disznó zsírban, liba zsírban, cápa zsírban gazdag jó estét kívánok mindenkinek! Halló! Én is örülök nektek. Itt a föld alatti ellenállás mozgalom vezére beszél. Ez mindig úgy szólza be, ez a kivársz, kivársz, és a... én is örülök nektek. Így kívánom a figyelmet. Így, így láncolsz mag magadhoz minket. Igen. Felkorbácsolod igen. a növekvő, egyre növekvő várakozást. De jó, hogy ezt mondtad, és nem valami egészen más. <gül> <gül> Jaj. Krisztián. Igen? Büszke vagyok rád. meg egy kicsit... meg egy kicsit nem. Meg egy kicsit nem, de úgy érzem, jó úton járunk. Jó úton évek kérdése, és ha jól sejtem, akkor arra gondolsz, amire én évek kérdése, és egy épkézláb Facebook live bejelentkezést össze tudni. Nem baj, Krisztián, ez olyan, mint a, hogy mondják ezt, amit szoktál csinálni, a nyilatkozataid. Belejössz, a lendületet veszel, és utána hiányozni fog, és minden nap fogsz majd posztolni egyet videóban. De jó. nem ennek örültem a, a mínusz szakál, mínusz haj. Még majd megtanítalak rá, hogy nem a tokádat kell venni, nem egy kicsit szemmagasságba húzni, és akkor tök jó, de pro, pro, az, Ó, köszönöm az szépen. első különös, hát ez különösen... még a múlt heti munka az első Jó. különösen tetszett egyébként, hogy hogy <coughs> várok egy másfél percet, hogy valaki legyen ott, <coughs> majd addigra már sikeresen lehűlt a telefonod <coughs> és kikapcsolt és elkezded mondani, azért vagyok itt, hogy pu -pup 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 <coughs> Na jó, ezt majd elmeséljük akkor. Egyébként mi volt veled? Szeretném megkérdezni, hogy megvan-e már a papírmunkád? Papírmunkám? Hát, hogy mondjam, van-e már kontraktusod? Hogy arra gondolsz? Kontraktusom még nincsen, mert hogy nem egyből kezdek, úgyhogy kontraktálódás még nem történt. Viszont megkaptam hétfőn a választ, és örömmel jelenthetem, hogy a három hónap interjúzás és egyebek után megkaptam az ajánlat tévő levelet, hogy dolgozzak nekik. Krisztián, nagyon-nagyon nagy arc vagy ez a megkaptam a levelet, hogy azt akarják, hogy dolgozzak nekik. Azt mondta, el, hogy, hogyha valamelyest publikus, mert mi tudjuk, csak hogy a pozíció, le, nem is a leírásod, a megnevezésed, micsoda, hogy tudjuk kontextusba helyezni, hogy mire vagy te jó az életbe. A macskák Puh. A pesztrálásán kívül. Puha mérnök leszek. Vagyis. Software kevésbé, Engineer. Kevésbé szarul viccesen mondva, software engineer, igen. Zsír. Én nem, abszolút nem fellengzőségből mondtam úgy, ahogy mondtam, engem is meglepett, hogy ez, a, ez, volt a procedúrája a történetnek, hogy miután megszületett a bólintás, hogy igen, jó lenne együtt dolgozni, akkor a következő lépésben egy letter of intent-et kaptam. Tudod, egy ez ajánlatta. a, mióta, mióta, három hónapja ide jársz hozzánk, most hát a végén már megkérdezzük, hogy tulajdonképp akarsz te itt dolgozni? <laughs> Vagy csak melegedni jársz. Krisztiáli visszajött, Á, tulajdonképp hagyjuk a faszba az egészet. Hát ha már így megkérdeztétek. Azt, mondt, nem, nem, azt nem. mondtad volna, hogy a legfontosabb dologra még nem tértünk ki, uraim. Alsógatjában lehet a munkahelyen kóderkedni? Nem! A vidös kóder. Ez a te fixa ideát én nem szoktam alsógatjában kóderkedni. Krisztián, emlékszem arra a mondatra az egyik beszélgetési szálunkból, hogy Krisztián biztos otthon ülsz alsógatjában és kóderkedsz, és mondod, hogy a világ legjobb dolga alsógatjában otthon ülni és kódot írni. Ebből jött. Igen, de ez nem jelenti azt, hogy ezt rendszeresen űzném is, mert hogyha az ember minden nap belug a kaviárt és libamájat és cápa zabálna, akkor hamar megunná, úgyhogy kivételes alkalmakra tartogatom ezt. Például, amikor nyáron 40 fokon, akkor, akkor zseniális. Jaj, Krisztián, erről mindig az a rohadt Vienna vépső az eszembe, hogy pöcköltük kifele fifikáiknak a beluga kaviárt. Jaj! A boldog múlt év. <coughs> Jaj! És, és <coughs> bocsánat, hogy ráfűzök egy tök off témát. Én itt szoktam ilyen, ilyen <coughs> hogy mondják azt, ilyen retrospektív napokat tartani. Vissza szoktam nézni Ó, régi, vid régi videókat, és most visszanéztem a, a riportodat Eronnal, amit ott ugye Bécsben csináltál, és azon kívül uh -huh. mindig fölkurom magam, hogy ez a tetves fókusz, de nem is ez a lényeg, hanem, hanem, hogy, hogy ott még úgy beszéltünk az egészről, hogy mi lenne, ha meg esetleg lenne egy magyar Facebook oldal, és ó, igen, tök jó lenne, tök jó lenne oda is elmenni, és és meg volt. Hú, de rég volt, már be, beláthatatlan messzeségben van így a múltban. Majdnem az, egy az éve. Jó, pedig hát még egy évese volt. Ja, 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 ja. Nagyon zajlottak itt az események tavaly. <coughs> Na és azon kívül mi történt veled a héten, hogy még, még a, a kőkemény papír... Figyelj már, és akkor most próbaidőd lesz egyébként még? Vagy, vagy, Próbaidőm szerintem biztos, hogy lesz. És egyébként most már az sem titok, hogy hova megyek. Csak eddig babonából nem. Nem akartam akkor ki mondod? Ő mondani, de szívesen elmondom, mert rendkívül büszke vagyok rá. Az online prezentáció készítés koronázatlan királyánál a Prezinél leszek software engineer, és nagyon-nagyon nagyon örülök neki. Úgy esküszöm neked, hogy ebben az évezredben munkának így még nem örültem. Ez azért jó, Krisztián, mert egy, te is, hát azt nem, nem, a multi szó az nem jó rá, de, de nemzetközi környezetben fogsz dolgozni, megnyílnak előtted a határok, borzasztó fasza lesz, és ami még fontosabb, hogy tudsz nekem ingyen kódot adni majd a, a prémium preziükhöz. Ez sokkal fontosabb minden már. <coughs> Igen. <tos> hát ez egy. Ott már el az első héten, kérlek. <coughs> közvetlen azután, mikor azt mondanád, hogy Tökre jó, hogy itt dolgozok, de nem tudok bejönni jövő héten, mert készülnöm kell a perre, és aznap amúgy se tudnék bejönni. De azt elmondhatjuk, hogy még munkahelyet is így választottál igazából, hogy olyan közel van, hogyha nagyon akarod, ebédszünetben is kimehetsz egyet perelni. Konkrétan félúton van az otthon és a törvényszék között. Tehát <laughs> itt minden csillag együttállása a helyén van, Nehogy az legyen, hogy egyszer elmész a törvényszékre, és így hazamész, és valami úgy hiányzik, valami úgy hiányzik. Basz, meg elfelejtettem be menni dolgozni. Szokatlan, De szerintem hamar megtanulják majd a kollégák, hogy ha zakóba jelenek meg, akkor valószínűleg napközben el fogok tűnni egy másfél-két órára. Hogy azt mondod, hogy a zakóba jelenek meg gyerekek, ma nincsen csocsó. Jó? Oké. Okay. Híresen, híresen jó ilyen kreativitást ösztönző munkahelyi juttatási csomagjuk van, a csocsóasztalt kiemelve, ugye? Természetesen. Igen, én, én láttam a csocsóasztalt már, igen. Határozottan állíthatom, hogy van csocsóasztal, és emberek csocsóznak rajta. Ö, és szerintem még azt is hagynák, hogy hegedűbent. Vagy valami. Ez egy érdekes kérdés, mert még az elején azt mesélték, hogy péntekenként délelőtt szokott ilyen adhok jam session tartani néhány zenélő kolléga, és van is lenne ott a, a, a földszinten egy erősítős gitárokkal felszerelt sarok, ilyesmi. Én mondjuk amikor péntekenben voltam, akkor ezzel pont nem találkoztam, de hogy elvileg szoktak ilyenek lenni, úgyhogy akár még, még ilyen is lehet. Nem, véletlenül nem vagyok föl, fölvillanyozódva. Hát nehogy úgy jár Krisztián, mint az egyik haverom, aki addig, addig kellett, hogy bizonyítson egy cégnek, hogy tud programozni, hogy ingyen megírták vele a programot, azt mondták, hogy sajnos. A, a mór megtette kötelességét. A mór megtette kötelességét mehet. Nem, 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 nem. Nem, nem, nem ne gondolnám jós. én se, hogy Semmi Hogy ez van belőle, csak így a... mondjuk előre, tehát így üzenünk a cégnek, hogyha esetleg bármi probléma adódna, akkor mi előre megmondtuk. Szóltunk. Szóltunk is. Jaj. Ez szerintem a legnagyobb fejlemény így most az előző hétről. A másik, aminek meg elektromos szigaretta vonatkozása van, az pedig a mai alkotmánybírósági panasz, ugye? Mint az délután már a Facebookon mondtam, holnap lejár a 180 napos határidő, hogy megtámadjuk az ízesítések korlátozását, átmeneti korlátozását, majd teljes tiltását. Úgyhogy itt az elmúlt három napban reszeltem, mint az állat, és összeállt meg én a kis Nem, úgy nem úgy. Nem, nem úgy. úgy, nem úgy. nem úgy, nem úgy. Azt mondtad, hogy reszeltem, mint az állat. Tehát tudod, az a rossz, aki rosszra gondol. Valóban nem úgy. Nekem én reszelőre asszociáltam egyébként, de nem is ez a lényeg. Úgy, hogy megtörtént, elspurisztam a Donáti utcába, mert sokkal jobb, mint postára adni, mert ilyenkor az ember a saját példányára kap egy remek alkotmánybíróságos pecsétet, hogy a pecsétgyűjteményedbe ez is meg Igen, 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 a pecsétgyűjteményembe ez is meg legyen. És, és még időben megtámadtuk akkor ezt is, úgyhogy most már csak izgulni kell, hogy sinen haladjon a a történet. Ez, ez történt velem igazából. Sok minden nem, kevés, de fontos dolgok történtek velem az elmúlt egy hétben. És veletek mi történt? Charlie, veled mi történt? Hát ah, ez, ez baromi jó. Ez az a pillanat, amikor nem tudok mit mondani, mert visszamentem dolgozni a, a héten már, és azóta mindenki kezet akar velem fogni, jobb kezet, ugye? Én meg bal a kézzel ökölpacsi, ökölpacsi, bum! meg, meg hát azóta zsinórmeló, tehát kett szerda, holnap is, holnap után is. Úgyhogy a podcast is majd valamikor holnap késő este fog kikerülni, illetve hát amikor meghallják, akkor fog kikerülni, tehát az, az valamikor este fogok tudni nekiállni. Igazából ez semmi. Ö, rohanás az élet. Tegnap ugye még a JTR előtt ugye virág, csoki, az ember ja, élete a párjának. Ilyen buziságokkal a foglalkozott valentín a valentín nap. Nap, ugye? Az, hogy valentín nap, Nem volt rajta semmi a virágon, hogy valentín napra, egyszerűen csak adtam egy csokor virágot. Nem is hívják bálintva a párodat, egész másképp mutatják. <sus> <sus> hát lehetek csegevarák. Rossz, rossz az, aki rosszra gondol. Lehettek csegevarák, a nők örülnek neki, tiha nem adtatok, egyszerűen és nem mondták, csak azért nem mondták, mert jól neveltek, belül azt gondolták, hogy utolsó sútribunkó parasztok vagytok. Úgyhogy én, én, szégyen itt... szemre, bocsánat, hogy belerondítok itt most a te sönötbe, de ez így beugrott hogy én itt az alkotmánybírósági cuccmók mellett teljesen elfeledkeztem róla, hogy eljött a Valentin nap, Kinga viszont nem úgy, hogy engem ő lepett meg este. Képzeljétek el. Igen. Csak így, basszus. Mekkora paraszt vagy. Igen. <kül> én is kaptam én... kaptam csokit egyébként, ilyen kis a rudak, kívülről ilyen kakaó porszerű bevonat, mint a trüffel, és belül valamilyen megyes lé, mint a, mint a konyak megy, de... de ha, belül De hülye, zsír. De hogyha a, azt hiszed a konyak megyre, hogy erős, de nem baszd meg, ez erős, és a dobozon sehol nincs rajta, tehát ezt a gyereknek is megvehetnéd, és aztán két ilyen rúd után fejreállna, olyan alkoholtartalma van. <coughs> és természetesen ezt úgy roppantottam el az elsőt, hogy jöttünk hazafele, M3-as, ú, mit kaptam, köszi, bontsam már ki egyet, és így vezetés közül, hogy pikk, így jó, mondom, hazáig remélem, nem állít meg a rendőr. Úgyhogy ez volt körülbelül. Voltunk-e valahol hétvégén? Baszki? Nem tudom. Nem, tényleg, tényleg nem. Úgyhogy ennyi. És Fifika veled? Hát a szokásos... Uh, fölvágtam kettő, azaz kettő köbméter uh, kulákmodnak való fát. Hmm. Aztán... Uh, mi? Hát challenge még Még mindig. Az egyik cég... Uh, ki nem mondom a nevét, ível kezdődik, arra végződik, az, egy, külön küldetés volt tőlük megszerezni a, a számokat, de már ma csörgött a, telefonom és a DPD futár hozza külön borítat, mintha államtitkok lennének egyszer, tehát nem, komolyan mondom, nem értem, de tényleg. Aztán uh, jövő héten valószínű már uh, Csíkszeredán uh, leszek, uh, meglátjuk, tudunk-e egyáltalán uh, podcastelni. Na hát, Nyilván, <coughs> igen, ez még a, egy szép Kiviszem leg. a gépet, mikrofont STB-STB, uh, aztán majd kiderül, hogy mi a a helyzet. Ugye egyelőre még terepszem le a helyiségeknek a, a kialakítása, akkor a minek hívják ezt, amikor a humán erőforrást. A, a, nem is tudom, castingoltatod? Személyzeti kérdések megválaszolása. Személy, igen, személyzeti kérdések lerendezése, és aztán a jövő hét utáni héten én már kin szeretném a, a gyártást beindítani, mert hogy ugye a, az igények meg nőnek. Tehát már annyi az előzetes megrendelés, hogy nagyon-nagyon kapkodni kell a, a dologhoz, de hát egy új helyen félig meddig felújított, illetve új eszközparka, illetve, ami még nagyon fontos, hogy, hogy két, két uszkve, három héten belül lesz egy teljesen új termékvonalunk is, amit majd, amikor megjelenik, akkor gatyába rázunk, és remélem, hogy itt is beszélhetünk róla. Aztán hát nagyjából nekem így, így elhussant a, hetem. Jaj, végignéztem a, a Westworld-öt, tehát utolsó részt is. az, utolsó részben több történt, mint az, az összes Mint az összes többibe odáig szerintem jó sorozat, tehát nekem, nekem tetszett, illetve ami új info, és tegnap rá is kattantam, az az, hogy az HBO góra fölkerült a Saul fia. Ha valakit érdekelt, akkor az most ott meg tudja tekinteni. Ezt azért nekem mondod legyes... egyébként, mert hogy azt nem menjünk el szó nélkül, hogy a baftát is elhozta a legjobb külföldi kategóriában, igen, azt igen, hiszem. Nekem picit vegyes érzéseim voltak a, a filmmel kapcsolatban. Egy, egy hihetetlen képi ötletre épült rá gyakorlatilag a, a, film. Nekem egy picit céltalanná vált ezzel a, a dologgal de, de, de egyébként valóban megérdemelt minden díjat, amit elhozott, mert, mert rég láttam már olyan dokumentumfilmet, ami mondjuk ennyire uh, fölkavart volna. Ez az egyik. A másik az tudott, hogy a hangot dicsérték rettentően. Igen. Benne. Én egyetlen egy tanácsom van bárkinek, aki nézi. Ha teheti, akkor egy fülessel a, a fején nézze végig. Hát, Tehát én, hogyha mondjuk én, van otthon egy THX-es rendszere, akkor ne. Akkor ne, de, de, egyébként de, de, egyébként, de. De, de egyébként igen. Tehát én a, nem is tudom, negyed óra után állítottam meg, és dugtam be a fülest. Annyira finomak a, a zajok és a hangok, hogy néha elvesznek a, ezek a, a suttogó, és hát ugye ez nagyjából tudjuk, hogy egy zonderkommandó egy koncentrációs táborba, ahol azért uh, lássuk be, hogy nem uh, lehet artikuláltan és uh, hangosan uh, beszélni a másikhoz, és ezért így, így elvesznek ezek a, a nüanszok a, a dologba, de egy füleset abszolút helyre kerül minden, sőt szerintem nagyon jól élvezhető is a hangmérnöki munka, ami benne van. De, de ennyi volt gyakorlatilag, ami így a héten impulzíve. ért, és hát mindenkinek köszönöm, aki aki ö, írt nekem privátban. Ö, dolgozunk. Ennyi. Annyit hat fűzzek rá a filmre egyébként, hogy csak az örejezés több hónapig tartott a film után egyébként, az utómunka. Azt azt olvasgattam egy picit, már hogy nem az örejeket, hogy így olvasom. Hogy itt itt megcsörön egy lábos. Nem. igen, igen. Nem, nem, nem vagy, ez. Vagy mint a képregényekbe a hangfeliratok. Igen. Bong. So, oh, Kapov. <laughs> <laughs> ez tipikus Batman. Igen. A, 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 Azt sajnálom, hogy nem kapta meg egyébként a legjobb hangot, vagy ott nem indult a legjobb hangmérnöki díjért. Na mindegy. Jó, akkor menjünk rá a nem sok, de annál szórakoztatóbb témánkra? Igenjünk. Jó, akkor kezdjünk a bulvá... Hát, sőt, a bulvár. Lesz, kezdjünk. Hát az egész, <laughs> az egész napunk egy bulvár lesz. Zsír. Melyik legyen az első? Amin ott a kurzor. All right, akkor tiéd a szó fantomasz. Wow, 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 wow. Halló, hát, azért ez ám az átkötés, bazd meg. Köszönöm szépen, hogy így letamásoztál, hogy én vagyok a Tamások fanya. Tehát ezt a Magyar neve Tamás. Ezt a pillanatot vártam, amikor az e-cigaretta bekerül a bulvár köztudatba. Azt történt, <laughs> hát ezt komolyan mondom, tehát, ha, ha ezt nekem kellett volna, érted, kitalálni, tuti, hogy ez nem jutott volna eszembe, hogy egy 52 éves, háromgyerekes anya egy új lakótársat kapott, és ha hiszitek, hanem ez az új lakótárs, ez egy szellem. Egyébként videó is van róla, de, de a leg a legrettentőbb az egész sztoriba, hogy ez a szellem rászokott az egy cigarettára. <laughs> Tehát nem tudom, nem tudom miért. Nem, hogy így, <laughs> így szellem tudod, Üla, az egyik szellem, szívja a Ne szív me azt a büdös szart, meg. Itt, nézd meg, itt az elcigi, bazd meg. Sokkal, de sokkal jobb. Fú, tehát ez valami eszméletlen sztori, és azt le is videózták, hogy... Két dimenzió között, bocsánat. Hallottál már az ártalom ieiliaél, Figyelj, ez legalább 95%-kal kevésbé. Van oh, mindegy, próbáld ki. Vagy a tudod, de ne szívjad, mert beledög lesz. És így ránézni. Wat? vagy. a. Emlékeztek a, a Hofinak erre az öreg érvényű, mikor szib, Szibériába ordítozik a csávó. Ne ordibálj, mert elvisznek. Innen. Hova? Igen. <tú voltar> Hát ez két, tehát ettől, ettől komolyan, tehát így teljesen kiakadtak. Ne hallod, hallod, hadd idézzek. Mindig is úgy. Uh, bocsánat, várjál, <coughs> átkezd szellemi. Mindig is úgy éreztem, hogy védelmez engem. Tudom, hogy amikor a közelemben van, nem eshet bántódásom. Az mondjuk kicsit furcsa, amikor az antik babáim bugyját le rendszeresen, de ez a happy -e. mit csináljak? <coughs> Nagyon megértő. És egy cigarettázik. Mondjuk nekem, tehát a a amikor ezt a kis uh, storyt így végolvastam, nekem a Boris jutott eszembe. De nyugtassatok meg, hogy Boris még itt van velünk. Igen. Igen. Oké. Okay. Tegnap okay. mutatott egyébként egy új <coughs> vaperezközt. Az is egy érdekes volt, de igen, itt van még köztem. Ú, tehát. Ez, ez megkoronázta a napomat. Ezúton is köszönöm egyébként a jó Cigler Ferinek, hogy, hogy ráirányított erre a figyelmünket erre a zseniális történetre. Mindenkinek ajánlom egyébként, hogy rágja végig magát és a És micsoda, micsoda fordulatok vannak benne a fenti filmen, alig, hanem ebből láthat részletet, tekintse meg még egyszer, és ne ellenkezzen. Az a fehér füstszerű anyag valójában egy fekete színű szerzetes. Vagy az egy cigarettájából áradó vízgőz, ahogy tetszik. Ez kész. Nem vízgőz. Igen. Már ki tudja, hogy a, a kísértetek kísértetek cigie Mit csinál? Ektoplazma! Ektoplazma gőz! Lehet, várjál, várjál, lehet, hogy majd a, mi az is, a szellemírtok háromba már föltűnnek majd a vaper cuccok, és egyébként, ö, bocsánat, hogy ö, ugye a szellemírtókról eszembe jutott Amerika, Amerikáról eszembe jutott ö, egy gyártó, beszéltünk múlt héten a Provépről? Nem. Hát akkor gyerekek, Fervel Provép, ennyi. Olvastátok, gondolom. Igen, igen, igen. igen Fer Provép, igen. igen. És ugye nem csak a Provépről ö, van szó, ha már Amerikánál tartunk, és azokról a nagy cégekről, akik lehúzták a, a rolót, mert hogy a totali Wicked is. Hát uh... igen, 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 csak most, ugye a, a, heti, a heti News az a, az a provép volt, fölmentem a weboldalra, és ez a pik egyszerű HTML, hogy hello, sziasztok, köszönjük, ennyi volt. Uh... És érdekes dolog, hogy ugye mondták, hogy az olyan nincs, ne legyetek már hülyék, hát a pénz miatt csinálták, most meg már nem éri meg. Hát, ja, tehát egyébként én is szeretnék ingyen csinálni mindent. Bár Meg mondjuk a kenyeret is ingyen elhozni bármit. a pégségtől, de nem működik így a dolog. Én kérek elnézést, hogy picit előre mutatóbbak voltak a koruknál, és én kérek azért is elnézést, hogy... Nem ugrattak fel arra a vonatra, ami a vadháború nevezetű falu felé tart, és ö, hát őrület, őrület. De egyébként szerintem igen jó hatásfokkal, nem tudom, hogy azt nyomon követitek-e, de a JTR-ben elindítottuk a teker üvegszára mozgalmat, egyre többen térnek vissza az üvegszára, és egyre többen számolnak be, képzeljétek el arra, hogy ez jó. Én mondtam, hogy a gyerekek, hát szart nem mondunk, azért mondtuk, hogy próbáljátok. És, és hogy más ízek jönnek elő, mint egyébként a, a Vattával, de hát uh, itt, itt már az ember megszólalni sem mer. Annak idején uh, én meg nem mondom, hogy London, vagy valamelyik amerikai nagyváros polgármestere mondta, és nekem ez a, ez, ez a háború egy picit erre, erre, de azt hiszem London polgármestere volt. Hogy az mind idióta, mondta ő, aki terepjáróval jár egy városba. És akkor így megszólták, hogy obvüha, És akkor elmondta, hogy hát de ember. Tehát egy ember ül abba kibaszott autóba. Mert megy dolgozni. Ami jó eséllyel van mondjuk 6 méter több, és 2 tonna. Több tonnát mozgat, még magánkívül. És. Na, szóval, hogy ez egy idiótaság, és nekem ez a véleményem egyébként erről a bó, nekem 100 wattos, meg szóval ez ilyen farokméregetés, mert 100 watton ember nem fog gőzölni, vagy ha gőzöl, akkor az tényleg idióta. És nem véletlen az, hogy, hogy egyre több csoportban látom azt, hogy valaki befotózza a készülékét, és 8-10-12 watton hajtják a a készülékeiket, minek oda egy 100 wattos, egy 80 wattos, vagy egy, egy 60, még akár 60 wattos készülék is. Teljesen fölös. Nem tudom, de most tekerem ki az aksimata a 8 wattra pörkölő készülékemből. És az enyém, mert kerek 10 wattra van állítva. Ó, oh, ördög! Ördög! Hmm. Kingához képest pláne. Jaj, azt nem is meséltem, srácok. Mi az, Majd Kinga szeret veszélyesen elmesélt. élni, és föltekerte négy vatra? Nem, 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 élmény múlt hétről, mert hogy ugye én évek óta itthon dolgozom, úgyhogy egyfolytában akkor elektromos cigarettázom, amikor csak akarok, és így, hogy ben voltam a preziben három napig, ott bent azért mégsem elektromos cigarettázik az ember, úgyhogy először estem át így kvázi a, a tűzkerességen abból a szempontból, hogy mit csinálok, amikor ki kell menni, így egy nyolc órás alkalmával. És azt vettem észre, hogy így háromszor Úgyhogy igazából nem is nagyon kell menni, csak pont egy ilyen hatásszünet volt két feladat között, és ah, most azért megérdemlek egy pár perc pihenőt, egy kis friss levegőt és egy kis gőzt. És akkor lementem, pippantottam néhányat, és aztán mentem vissza. És mondja, hogy van-e kollega, aki pippant ugyanígy gőzt? Nem láttam. És a többiek is azt mondták, hogy nem tudnak róla, hogy valaki cigizne, de nyilván, ha munkába állok, akkor letámadom Ezt a cég mondani? és azonnal me megnyitom a vép sarkot a, a Új challenge. Egy... challenge. Gyerekek, van egy új modom, új tekerésem, gyertek! Tudom, itt vannak itt esetleg gőzpippantok, és senki ne értsem félre. Szóval egyrészt ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy 8 óra alatt háromszor eszembe jut kb., hogy már most pont van egy kis időm akkor megyek, de akár kettő vagy egy alkalommal is elég lett volna, úgyhogy ez megint egy érdekes aspektus abból, hogy ennyit a nikotin függésről és a, a, a kényszerről. A másik meg az volt, hogy ennek következtében viszont soha nem történt még velem ilyen, egy akkumulátor egy napig elég volt. Látod, mire Én nem jó, jó hogy a munkahelye van az embernek. Spórolnak hmm. neked energiát. Likvidet! spórolásról jut eszembe egyébként, nem tudom hallottátok-e az újabb agyfaszt, hogy Budapesten 2020-2026-ra vagy minden taxi-gépjárművet tisztán elektromos hajtású gépjárművel akarnak megoldani. Ezt a hallottátok? Ez nem. Magyarországon vagyunk, nem hallottuk, de Magyarországon vagyunk, tehát helyén kell kezelni az ilyen grandiózus terveket. Csak olyan jókat röhögtem, hogy mondjuk egy ilyen autó most jelen pillanatban mondjuk legjobb esetben megtesz 130 kilométert egy emberre. Tehát Három akkor majd, Hát mondom, jó esetben egy emberrel, meg egyébként a városban a raszosz, és, és hogy képzeld el, mikor ó, nem tudok most fölvenni fuvart, mert a reptérre vihetném ki hiénázni, de töltenem kell a kocsit. Vagy tudod, oda megy majd az ember a taxiz, elnézést, ki tudna vinni a reptére? Ó, oh, már csak 40 kilométerre elég, nem tudom sajnos kivinni. Ö, és akkor valaki beírta a kommentbe, azt hiszem ez a 4, 4 en volt, hogy tök jó lesz, hogy majd ezt a rengeteg sok taxit természetesen széntüzelésű, erőműből származó energiával fogjuk tölteni. Abszolút ö, villanybarát no. és környezettudatos módon. Zseniális megoldás. Szerintem ez összefüggésbe lehet a paksi beruházással, nem? Ö, nem tudom. Azt viszont tudom, hogy azt ma hallgattam, hogy a, amit mondják ezt, hogy a, a, az autók, meg a, a smogriadó, meg az anyám kínja, a, a mindenféle káros anyag, ami a smogot okozza egyébként, durván a 6-7 százalékát okozzák a gépjárművek. A többi az mindez a hagyományos szénerőművek, és a többi, és a többi, és a többi. És akkor... Tudod, valamit csináltunk, hogy nem engedjük a városba most a nagyon mérgező dízeleket. Aztán igazából nem lesz sokkal tisztább a város. Három-négy napig azt utána majd kifújja a természetesen a szél, de elmondhatjuk, hogy hú, most mi oda figyeltünk rá. Na. Igen, ez hát volt egy ilyen, hogy hívják, füstérkép is még, amikor utoljára volt a smog, és már nem emlékszem, hogy 444, vagy az index hozta le, de hogy azt mutatta, hogy meglepő módon alapvetően a, a tisztábbnak gondolt peremkerületek voltak azok, a zöldebb kerületek, ahol ahol iszonyatosan megállt mégis a, a, a füst, és aztán levezették, hogy rengeteg ház van ott, ami széntüzeléssel vagy széntüzeléssel fűt. Fa vagy széntüzeléssel fűt, igen. És ne felejtsük el és a te hát... zónádat is egyébként, szülő ha, pátriárkádat, Pécs és környéke, ott is gyönyörű, sötét, bordó folt volt egyébként a térképen. Azt nem is néztem. Én egy ilyet néztem a, a héten. Ja, úgyhogy érdekes dolog ez a környezet, tudatosság. Na de és menjünk. A környezet tudatosságot értékelik a cápák is. A, 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 igen, csak vigyázni kell velük egyébként. Mert hogyha az a cápa olyan vízben úszkál, olyan halakat eszik, ami, ami tele van mindenféle káros nehéz fémmel, akkor az a zsírjában eltárolódik. Tehát, hogyha valaki zsírcápát lát, hozzá ne nyúljon, meg ne érintse, mert abból csak a baj lesz. Na, de hogy mi ez a sok fasság, amit itt beszélünk. Van egy Facebook csoport, ahol felütötte a fejét egy újabb. Cikk, amit természetesen mikor nem akar bejönni, szerintetek? Amikor rákattintok most, hogy. Elolvassam? Igen. Tehát ö, tudod, ez a 19 dolog, amit nem tudsz, ö, de tudnod kéne, és akkor ilyenek, hogy ha zenét hallgasz több alkohol tudsz adott idő alatt meginni. Pff. Az elcigaretták csökkentik immunrendszerünk védelmét. A fafüstkében 30-szor több rákeltő anyag van, mint a dohányfüstben. Ú, édes Istenem, ez hogy a van érted? Meg na mindegy. Uh, és valaki ezt betette, és csak egyet kell megnézni. Mi az oldalnak a linkje? zsírcápa.info. Tehát, mikor domén név választáson gondolkozom, mi legyen a domén, mi legyen a domén, legyen zsírcápa, nem, ez a legyen, legyen fakutya? nem, 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 legyen, legyen mi? cukormacska, mi legyen? nem, nem, valami durvább kell, ami nagyon egészséges, zsírcápa pont info. Uh, na, hát ezt én mondom. Hiteles tatt. hírforrás. Igen. Azért nem mindig ezt mondom. Én meg csak kattintom a, a, cikkeket. Megnézem, hogy ez a, ez a m, Árpád népe, meg hátrafele nyilazunk.info, meg, meg ez a zsírcápa, meg, meg ilyen hülyeségek. Nem kell generálni se a forgalmat, nekik se azt megrizikózni, hogy esetleg valamit benyeljen a számítógépe az embernek, úgyhogy csak kis érdekességként, hogy igen, az emberek nagyjából ilyeneken ö, szocializálódnak, és innen szerszik az információjukat, amikor megállítanak a dohányzóban ők a cigarettát szívek, és sokkal károsabb a tiéd, meg olvastam a zsírcápainfo hogy? De... Aha, jó, hát az végül is majdnem MT a kutatási anyag. Igen. Borzasztó. Igen. Egyébként Van egy munkácsi lehet, képem, hogy... csak még nem írta alá. Simán lehet. Simán lehet, hogy ez a baj, hogy a mi is magyarországi szakpolitikai szakértőink is ezekről a nagy évű hírportálokról tájékozódnak, a világ eseményeiről és tudományos felfedezéseiről, hogy Mennek be, és így oldalba böki, hogy te, Lajos, hallottad már? Szabályoznunk kell? Miért? Hát olvastam a zsírt Hallott. És tudod, hogy csinálja? Elküldi a Bélának a screenshotot a, a, a cuccról, és akkor ott fönt a, a, mi az Isten, taskbar, vagy a bárban ott van bitumen, encore, zírca. <laughs> <laughs> Jaj, de a bitumen is csak azért hát, honnan le tudjuk tölteni ezt a milliárd életet. Mondjuk, amilyen tartalma a Nefi összefoglaló jelentésének van, igazából simán beleférne, hogy az irodalomjegyzékben jegyzékbe ilyen linkek legyenek. Várja, várja, képzeld meg, amikor azt látjuk, hogy a <tos> <kell>. <tos> Info, és akkor vendégszerző Ildikó. Ez <coughs> 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 a... nagyon veszélyes. Rádugrik és megharap. Az a, az a komoly egyébként, hogy ez hagyján, tehát tényleg egy ilyen ezer forintos domént bárki tud csinálni, és aztán ott a saját kis reklámjait futtatni de amikor a nyomtatott sajtóban, heh, nyomtatott sajtón a papírra nyomtatott betűk, kiskegyedről beszélünk egyébként, itt nagy mentegetőzések közepette, ö, a párásítóba fölrakta valaki egy kiskegyed, kép egy másik csoportból származik. <laughs> ö, és ez jó, hogy ez szembe jött, mert ö, azt írja Daroci Gábor, hogy hogy ilyen cikkek alkotóit nem lehet arra kötelezni, hogy mutassa be a forrását, ami alapján ezt a cikket írta és milyen megállapításra jutott. valamint, ha nem valós információt állít, akkor helyesbítsa a cikket. Ö, mert tudod, erről beszéltünk. Igen. Ö, hogy amivel ezt... még mindig csúszom. Igen, ettől igen. féltem, na mindegy, ezt minden héten el kell, hogy mondjam, hogy hát ha egyszer csak megtapad benned, mert ez a, ez a cikk is roppant hatásos. Kedves Krisztián, ez lenne az első, amit perre kéne vinni. Hírek. Keretesben, Ecigi. Már luk is káros. A jóhírű svéd Karolinska intézet. Nem tudom, hallottál már róla? De mi lehet, hogy mi még, vagyunk még, a tanulatlan? Még akár lehet, hogy jó. Hír. De azért Igen. van jó híre, mert még nem volt ideje rossz hírt Igen. csinálni. Igen. Kutatói magára. már tegnap, tegnap alakult. Igen, <hül> tehát azt írja, hogy már régóta kongatják a vészharangot az elektromos cigaretták miatt, újabb megállapításuk, megállapították az meg, megállapították, már 10 sluk az e megnöveli a szívroham kockázatát. Nem ez az első eset, hogy a tudósok megkérdőjelezik a mű cigik ártalmatlanságát. Az igazi cigarettákhoz hasonlóan az e -cigi is emeli a vérnyomást, elősegíti az erek messzesedését. Az N ja, tudom, melyik lesz. Igen, tudom. Az lesz, használatos aromaanyagok szintén veszélyesek lehetnek. Pláne, hogy felmelegítve kerülnek a szervezetbe. Sajnos az is kiderült már, hogy az elcigaretta még hátráltatja is a dohányzás abbahagyását a cigiről való leszokás. Ez kedvencem egyébként. Ö, fe felmelegítve kerülnek a szervezetbe. Tehát, e, pl így hogy pláne, hogy felmelegítve kerülnek a szervezetbe. Felszólítok mindenkit senki nem merje megmelegíteni az ételét, mert sokkal károsabb, ha melegen kerül a szervezetbe a táplálék. fasz! Úgyhogy jött sok like erre, hogy hogyan jelentsünk fel Do It Yourself pak, úgyhogy tényleg tökre jó lenne, hogyha... hogyha mert kell lenni, nekünk, mint egy falat kendő, Látod, hogy most egyébként. már tényleg lennének olyan emberek, akik, akik akiket pestésen szóval szétbasz az ideg a hülyeség láttán, és nem csak mi vagyunk azok. Úgyhogy biztos, biztos, hogy lenne cikkenként legalább egy ember, aki erre szívesen ráugrana. Super cool! Super cool! Most, hogy így egy kicsit elcsendesednek a dolgok, és már nem kell alkotmánybíróságra pörögni, áprilisig nincsen pör, meg ilyenek, így most már be fogom tudni fejezni a dolgokat végre valahára. A följelentő szeretett csomagot. Hát ez agyfasz, ezbe be is zártam gyorsan. Zsírcápa letudva, már tíz kis is letudva, és a kettő között van egy kis Színes, érdekes, direkt esszel írtam, hát ha valakinek feltűnik, de nem. De nem. Pigiri, így mondom kicsit gangsteresen, Pigiri Pelszó, Vigiri V3, In the House, aminek az az érdekessége, hogy nem az, hogy béta, mert béta, de hogy ez most egy skonker készüléken van rajta, azaz alulról etetődik a szentem, mert hogy bottom feeder középérintkezője van, és alulról szipákolja a likvidet a kis flaskából, és kisebb is lett jóval, mint egyébként a, a V2. Rengeteg sok luk van rajta, és bent ugye a három oszlop, viszont a három oszlopból a két negatív, az kicsavarható, és úgy csavarható ki, hogy a kettőből mondjuk egyet benne hagysz, és az egyiket át tudod pont szembe rakni a, a pozitívval, ahogy most nekem is van például, és így tudod bekötni. Tehát bővült a, a konfigurációs lehetőség a készüléknek és lehet úgy is, hogy szemből két luk, és tényleg bődületes nagy lukak, tehát egy millitől kezdődik, ha jól látom szemmel, és öt millig tart. És ebből lehet akár kétszer öt is, ugye, hogyha szembe van egymással, ha vagy olyan pervers, de a, a, régi jól megszokott VR rendezést is lehet, hogyha valaki ahhoz ö, akar visszatérni, csak nem azok az oszlopok vannak már, mint régen, amit te is megszoktál, tehát nem azok a hatlapú oldalak, hanem uh -huh. hanem egy nagyon kis patentul, kis filigrán ö, tengelyek, és, és csak a tetején van egy ilyen kis hatlap, amivel ki lehet ö, lazítani a helyéről. Úgyhogy ö, elsőre érdekes, természetesen béta, tehát ez még egy, változni fog, kettő remélem is, hogy változni fog, mert volt egy pár észrevételem nekem is, amit más is osztott vagy cáfolt, tehát most összegyűltünk egy. <kül> egy ilyen beta, beta perszó so V3 csoportban, és ott ütköztetjük álláspontjainkat a, a, véleményekről, hogy miért hosszú, miért rövid, miért ilyen, miért nem olyan. És hamarosan, szerintem egy hónapon belül jön ki ez a BF kazán, ami, ami lehet, hogy még olyan is lesz, hogy sima 5-10, tehát sima tömör tömörpinnel, fölülről csepegtetősként marad, meg akkor itt lesz ez a ez a squonker verzió is érdekes mindenféleképp, kíváncsi leszek mennyibe fog kerülni. És ez csak bottom feeder? E, hát most mondtam, tehát hogy lesz olyan... Elbambultam, bocsánat. A fül, a füled. Hogy lesz olyan 5-10 érintkezőt, tehát az a kis menetes csavar, ami nem likas középen, hanem hanem egy hagyományos dripperként is Fidu? fogod tudni használni. Valószínű, nem tudom még, hogy hogy mert itt több ötlet fölmerült, hogy mit kéne a kezdőszedbe rakni. És, és ennyi. Nagyjából nem, nem, mondom el most, hogy én miket változtatnék, mert egy, nem biztos, hogy úgy lesz, kettő, nem biztos, hogy én gondolom jól. Csak nekem van egy arszpoétikám, és én azt szerint gondolnám ezt, ezeket a apróbb változtatásokat eszközölni. Tehát ennyi körülbelül és akkor egyből tudnék egy fajsúlyosabb témára is rámenni, ami közvetlenül ott van a, a már luk is káros alatt, mert ez volt az egyet, tehát bármi, és tényleg nem tudom, hogy működik a Google-nek a, a keresőmotorja, meg a, az RSS-e, mert hogy hiába vagyok az e cigarettára föliratkozva. Nekem miért mindig csak azok az e cigaretta cikkek jönnek, amiben rossz van? Jó, hogy csak olyanok vannak nagyjából, de hát azért a mi oldalainkon is vannak dolgok, amiket kirakunk, és nem tudom, hogy azokat miért nem dobja föl. Miért nem dob föl egy ecig infót? Miért nem dob föl egy gőzlér blogot? Miért nem dob föl egy ecigi teszteket? Meséljétek el nekem, Krisztián. Hát, nem te... elég májer a page Már nincsen page rank, azt ugye tudod? Igen, a penguin óta, vagy mióta. Úgyhogy <coughs> nem tudom, hogy mit számol ez a troger, de, de, meg nem tudom, hát te Pedig az első számú hiteles hírforrások vagyunk ezen a nyelven. Azt hiszem, úgy, hogy igazán illene neki. Lehet, Szó... hogy meg kéne írni a Google-nek, nem? Hát, azzal sokat érsz. Én a legutolsó challenge-em az az volt, hogy fizessenek ki, mert hogy ott van, valami, valamiért ránéztem az AdSense-re, meg, és így. Ti csak vagy éve ott van, és tudod, be van, mondjuk a limiten be van állítva, de most már nem az a limit, mint régen, tudod, Krisztián, hogy 20 ezer forint, hanem levitték 2000-re. És ezt meghaladtam. Ne azt képzelésünk, hogy 200 ezeren volt ott, hanem ilyen 2000-nek valahányszorosa, ami nem több, mint mondjuk 15-20 ezer forint. És így ott áll a pénz, látom, hogy ott van, és, és semmi nem történik. És nincs már ott olyan gomba az meg, hogy, hogy fizes ki most. Nincs ellenőrizd a számlaszámod, meg, meg ilyenek. Hozzáadtam egy új számlát, hát sehogy nem. Na azt akkor végül is úgy sikerült elintézni, hogy ott volt hogy olyan, hogy azonnal fizesse ki, azt átállítottam, visszatartott, tehát valaki jól megmagyarosította, visszatartott fizetés, és beállítottam 14-ét tegnapi napot, és, és, így sikerült kifizetni. Hát ezt mondom, nem hiszem el. Ez egy laza fél évbe került. Jó, hogy előtte én szartam le fél évig, de, de na, mindegy szóval szóval akkor szembe jön egy ilyen cikk ami ugye ami ellen nagyon kardoskodtunk és, és mondtuk hogy nem lesz ez jó ez a, ez a jövedéki adóemelés miért húzzuk be a jövedéki termékek körébe a nikotinmentes miért jövedéki termék amit az utóbbi adásokban ugye kibeszéltünk és akkor amit mindenki tűkön ülve várt igen bekerültünk a gépezetbe április 1-től bolondok napja, bazd meg. Tehát a bolondok napján jön az első olyan pillanat, amikor kard karba fonva tohányos testvéreinkkel azt mondhatjuk, hogy gyerekek, mi is túl vagyunk az első jövedéki adóemelésen, ami 55 forint per milliliterről 65 forint per milliliter lesz. Tehát ez ilyen, ilyen abszolút észrevehetetlen kis bágáteltétel. Szerintem ez kurvára benézte valaki egyébként. Mert? Mert hát a... Pont most levelezgetek ebben a témában az ESCG intelligence akik próbálják update hogy mi a helyzet van Magyarországon, és ez még decemberben megfigyeltem, hogy valami brutális nagy káosz van ezen a fronton. Az van, hogy két, pár, kettő darab párhuzamosan futó jövedéki adó törvény van Magyarországon. Van egy 2016-os, ha jól emlékszem, meg egy 2003-as talán. És és valamikor a múlt év végén átváltottak vissza értetetlen módon a 2003-asra. És szerintem ez a 65 font, 65 forint, Ú, basz, ez a régi ne. 65 Hallod? forintos. Azt mondta, hogy 65 font. 65 font az <laughs> hát ez <laughs> egyszer, egyszer Ne, ne, ne. Ne fessd az, az ördögöt. Nem, 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 semmi. Kereszt ilyesmi kereszt, kereszt kereszt. Tehát, én momentán azt tippelem, hogy az történt, hogy először ebbe az újabb törvénybe bevitték, hogy lesz majd... 65 forint a jövedéki adó, és aztán valami ötlettől vezérelve visszatértek a 2003-as törvényhez, Én nem is értettem még decemberben, hogy mi a franc történik, mert korábban az elektromos cigaretta jövedéki adójáról szóló dolgok a 145-ös paragrafusban voltak, és aztán egyszer csak a 97-esbe kötöttek ki, tehát így nem emlékeztetett egymásra a képese a két törvény szövegének. És szerintem az van, hogy ez most egy nem aktív valami, amit félredobtak, de annak a szövegében valahogy benne van ez, és a hatályos pedig most megint a 2003-as jövedéki törvény, amiben az 55 van. Úgyhogy én azt itt nem De nagyon -nagyon ezt mindenképp remélem, tisztázni kéne, mert, mert azért ez így, ez, van. így, ez így eléggé freestyle, hogy ugrágatunk a az évek meg a törvények között, hogy most éppen melyiket akarjuk értelmezni, mert ennyi erővel ő is mondta, hogy ja most a másik szerint gondolom. Ab, Abban a szempontból nincs igazad, Krisztián, hogy a, a, az új jövedéki törvény az április 1-től lesz hatályos, és az április 1-től hatályosban 65 forint van, akkor az 65 forint. Igen, csak ebbe az új Áprilistól hatályos ö, törvénybe hamarabb került bele a 65-ös, mint hogy ugye a Szávai István, ö, amikor tartottuk annak sajtótájékoztatót, ö, neki át volna kardoskodni a téma ügyében, és ö, levitték volna 55-re. Tehát ez, ami most majd elvileg újabban jön, ez egy sokkal régebbi törvény ö, verzió. De ha nem lépett még életbe, és most fog életbe lépni, és az van benne, hogy, akkor akkor meg akkor fogják emelni. Az... Ez, ez, ez Számomra ez szinte kinyomozhatatlan, mert tényleg akkor a káosz van ebben, hogy most akkor gyömköd végig, hogy melyik mikortól meddig, és miért, és hogyan hatályos, és nem, mit, mi vezet nem, ki, Nem, nem Krisztián, nincs benne káosz. Ha az április elsőjén uh, uh, hatályba lép, az 65 forint lesz. Ez oké, okay, csak szerintem ez nem fog hatályba de, lépni. De, 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 de hogy ne lépne hatályba? Nem, nem, ez, a, nem ez a jövedéki adótörvény van. Azért. Most, most. Most. De, de hát. az, az, amir, várjál, az, amiről te beszélsz, és április elsőjéi hatályba lépésű, az tartalmazza az új ö, cigaretta, mit tudom én, mi ez a változást és azt, azt azért nem léptették hatályba csak április 1-től, mert a rendszer nem készült föl rá. De ha abban 65 forint van, és az lesz az április 1 hatályos, ez egyébként marha sok embert megtévesztett még annak idején Erzsigi kapcsán is, akkor az 65 forint lesz. Ha csak addig nem fogják ezt javítani, vagy nem, nem, nem lép életbe egy másik jövedéki törvény helyette. Akkor pusztán abban van igazam egyelőre, hogy ez egy elkap elbaszott nagy káosz, ami, ami, itt van. Igen. Abba teljesen igazad van, mert jövedéki szakértőt kellett hívnunk nekünk és hogy értelmezze az egyébként ugye egyszerűnek tűnő törvényt. Krisztián, az elbaszott dologról jutott eszembe offként egy mondat és egy kérdést, egy igen vagy egy nemet várok. A felirat ki lett javítva? <hýz> Talán kikövetkeztetted az I igent, vagy a nemet. Igen, oké, okay, de te ezt fölírod egy cettlire magadnak, hogy... Igen, igen, igen. Zsír, igen. zsír. Már csak azért, mert hogy tudod, jönnek itt a bejelentések, hogy hol igen, fogják broadcastolni, igen, igen, nehogy... Most már a körmömre ég a dolog, baromira érzem én is. A másik, és akkor ezt el fogom tenni, sőt, megkérek minden hallgatót, hogy... Ő, aki ismerőse uh, mújónak, vagy esetleg a párasítóban csoporttag minden nap, hogyha nem hozzuk föl, akkor hozzák föl ezt az egy szót. Fordítás. Felirat, felirat. Felirat. felirat uh, úgy, arról. Fordítás és... az párhuzamosan annyi van, mint a nyű. Felirat nem. És akkor ebből a napiból, ugye visszatérnék a, a napihu uh, megint megragadt a szemem uh, mélyre azt akartam, hogy mélyre becsült, de ez frajdi elszólás volt. Tállai szerint az e-cigaretta a hagyományos dohánytermékek helyettesítője, és nincs jelentősége, hogy van-e benne nikotin, vagy sem. Mivel az adózással kapcsolatos, kapcsolatban fontos követelmény, hogy átlátható legyen, nem tudnak olyan szabályozást támogatni, amely bizonyos összetevők meglétének vizsgálatát írná elő. Ez tök jó, hogy ilyen átláthatónak kell lennie, csak például akkor ugyanilyen átlátható mondjuk az alkoholfokkal összefüggésben is. Mert ott van ez a én alkoholfokonként, annyi literenként, annyi ami egyébként meg amannyi. Szóval nem pont. Én sokkal jobbat mondok, Sárvi. Annyit akartam csak mondani, hogy nem pont itt ja. kéne elkezdeni az egyszerűsítés, hogy mindegy, az baz, meg nincs benne nikotin, akkor is a termék, a kurványátokat. Márhogy... Jó, de akkor, a, de, de akkor az a cigirágó, a tapasz, a, tab, a, izi, Faktis. a cukorka. Igen, igen, igen. Igen, el két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt, hogy ezzel az erővel a dohányzás helyettesítő termék a, a szotyola is. Meg a Ropi ezt akartam mondani. Meg, meg a, a Robi, Ropi, meg a, meg a nikotinos tapaszok, meg ilyes a, gyufaszál, a gyufaszál, a gyufaszál, a gyufaszál. Ú, a rambó, a rambó, az csődbe meg amennyit rá. Úgyhogy az igazi egyszerűség kedvéért ne tegyünk már különbséget ezek között, tök mindegy, hogy van-e benne nikotin vagy sem, ezek mind legyenek jövedéki adós termékek. Én azt javaslom, a másik meg az, hogy miről beszél ez az ember. Miért kéne anyagok jelenlétét vagy hiányát vizsgálnia a navnak a jövedéki adó mértékének megállapításakor, amikor ahhoz, hogy ebbe a fázisba eljussál, neked már a kötelező regisztrációs, bejelentéses, laborvizsgálatos, kényes lépéseken túl kell lenned, tehát van egy ugyei, vagy gyemszi, vagy mi a franc eh, papírod arról, ugyei, igen, hogy ez speciál tartalmaz -e, és ha igen, akkor mennyit? Tehát nekik itt semmit nem kell vizsgálgatni, mert nem kerülhet el abba a fázisba, anélkül, hogy meg lenne vizsgálva. Hogy miről beszél? Mi van? Mondott, valami, mondott valami, mondott úgy, nekik, nekik semmilyen, de, de érzés mond, semmilyen vizsgálati kötelezettségük nincs a sztorival kapcsolatban, amikor te a bejelentésedet megteszed, mellékeled az Európai Unió által igényelt összes kurva laborvizsgálatot, ami higgyétek el nekem, hogy nem kevés és, és nem, nem kicsi és hihetetlenül fáj minden gyártónak, hogy ezt ki kell fizetni. Uh, Mellékeled az összes kasszámot, ami megtalálható a, a likvidedben. <coughs> És te. Akkor tudod, mit tennék egyes... fel neki? Kérdés, Fifika. Hogy? Hogy így, hogy azt, oszt, mi a büdös kurva lófaszér kell nekem a kasszámokat megadni, ha neked bazd meg a mentes is, meg minden szar ugyanúgy jövedéki adó köteles te paraszt, ezt a végére ráfűzném. Így, adjak Miért neki kell kis külön hatáserőségenként bejelenteni te, akkor ezeket, igen, hogyha igen. a végén, pff, a mindegy. Egy, hogy milyen likvidet forgalmazó. Tehát elég lenne az egy darab 18-as likvidedről kiállított, mert ugye minden kevesebb utána benne, főleg a nikotin, de hogy egy darab ö, ö, maximális hatáserőségűt bejelenteni, a szevasz. Már csak Tehát azért sem értem, mert itt, itt, nincs az a jövedéki adó törvényben, ami állítólag április 1-től hatályos, hogy már pedig a 18-asnak ennyi a jövedéki adója, a nullásnak annyi. Tehát tényleg úgy néz ki, hogy tök mindegy, mennyi van benne baszod, akkor is jövedéki adóköteles. Akkor mi a faszomra ez a... Hát értem én, hogy, hogy figyelj már, figyelj már, van nekem egy ilyen laborcégem, az meg, de nem akarok sokat dolgozni. Nem lehetne, hogy úgy bekérünk tőlük mindent kasszámot, meg anyám kényez, hogy én csak így ráírja, megnézem a könyvembe, hogy az károsan nagyon pipa. az van. igen akkor pipa vagy cica, pipa, és így, pipa, és így mondja, neki, pipa, mondja neki a tálai, hogy figyelj, nem mondasz hülyeséget, de csináljuk akkor így, figyelj. Jó, oké. Okay. Tehát figyelitek, ahogy egyre jobban helyezkednek? Ez, ez egészen elképesztő. Néhány éve miről volt szó, hogy. De hát emberek, ez nem is dohánytermék. De nikotin van benne, de hát attól még nem lesz dohánytermék. De nikotin van benne. Jó, de hát ebben nincs nikotin. Nem baj. Nem baj dohánytermék, <laughs> és bezárult a kör. Képzeletbeli beszélgetés jutott eszembe egyébként Táláival, valaki mellesleg, nem mellesleg, a, a navnak is most a vezetője, úgyhogy ez egy elképesztő magas labda. Képzeletbeli beszélgetés következik Tálaival, Tálai úr. Hát nekünk ez így nincs rá kapacitásunk, semmiféle lehetőségünk nincs rá, hogy, hogy ezt megvizsgáljuk, hogy, hogy ez tartalmaz-e nikotint, vagy sem, úgyhogy nem kezeljük másképpen. Tálai úr, hát rá van írva. Tolmácsot kérek. <laughs> Mi az, mi, mi az a korszám? Mi, Édes Istenem. Maguk lottóznak, basszák meg. Időnként oh. határozottan az az érzése van az embernek, hogy idióták irányítják ezt az országot, és aztán időnként rájön, hogy az nem csak egy érzés. Szóval az, a, az az elképesztő, hogy, hogy ízenként és erősségenként, ha bevizsgáltatod a likvidjeidet, az ezer euró bassza meg a komplet vizsgálat összeállítása. Ezer euró az meg. Van tíz ízed négyféle erősségbe, azt mindjárt szoroz meg negyvennel. 40, 40 ezer és, még, és, még, utána kérnek hatás tőlem a semmire egyébként 475 ezer forintot. Mi van? Tehát ez, ez komolyan mondom elképesztő. Az is elképesztő, hogy egész Európába se nem bejelentési köteles, se nem vizsgálat köteles, se nem adóköteles a nikotinmentes likvid. De Magyarországon valamiért igen. Tehát én a jövő héttől például harcolni fogok azért, hogy a krumplin is legyen jövedéki adó, de tisztességes, meg a, a brokkolin, meg a karfiolon is, érted? Mert, mert Nem van... tudom, voltál-e mostanában zöldséges pultnál, Vagy mert van, ki bassz meg. Mert van. De a háromszoros arra emelkedett a paradicsom. Ráadásul, ráadásul, ugye azt tudjuk, hogy a cigaretta fogyasztási egységenként van csomagolva, az 20 szál, illetve 19, de majd 20 lesz. A likvid, én azt gondolom, fogyasztási egységenként van csomagolva, az 10 ml. A cigarettám fogyasztási egységenként a jövedéki adó, és most kapaszkodjatok meg, mert fogtam magam, és kiszoroztam, kiszámoltam, 324 forint. Vagy a, 25 a, a az árnak, hogyha ami nálunk hogyha, most 550. Ami nálunk most 550 forint. És a mi van basz meg! tehát érteni, állapítsuk állapítsuk így, meg melyik a károsabb. Mi alapján Az ah, szerintem, leülsz. amelyiknek hát a ciga jövedéki hát a adó Cigaretta, jelattal. nem. Figyelj, a cigaretta pont fel olyan káros, mint az e cigaretta. Ez most a jövedéki adó törvényből látszik. Nem, nem Én érzem, ráosabb. én érzem, hogy itt, itt olyan jövedéki adó bevételek lesznek, hogy, hogy itt lesz baz meg M8-as, M9es, M10-es autópálya, bazd meg. Ö, hyperloop fogunk közlekedni, az meg ö, New Yorkba, meg Londonba, oda-vissza, olyan pénzeket fogunk ebbe belelocsolni. Felhőkarcolók a belvárosban. É, igen. Miközben, miközben 2024-ben. Miközben a dohány utána évente. A dohánytermékek, termékek, várjátok, mert, meg még Tom ragozni, miközben a dohány termékek pedig kategóriánként alacsonyabb jövedéki adót tartalmaznak. Érted? Tehát, hogyha a cigarettát akarod viszonyítani a, az elcigihez, akkor mondjuk a cigarettának mi felelhet meg? Az előre töltött, ö, ö, mit tudom én, egyszer használható, vagy többször használható patronos cigaretta. A vágott dohánynak felelne meg igazából a likvid. És a vágott dohányon még kevesebb az adó. Mert, mert ugye ezt te töltöd. Csak nem ilyen húzogatós tölti van érted, hanem belecsorgatod a tangba. Természetesen, mint tudjuk, érdekes mellékszál, hogy szemernyivel nem kevésbé egészségkárosító a töltős, mint a nem töltős. És elvileg ugye a jövedéki adó az egész azért van, két olvasata van a dolognak. Az egyik, hogy a, a kereslet csökkentő hatás érvényesítése, ugye a WHO keretegyezmény szerint, hogy minél drágább legyen, és annál kevesebb ember akarja megvenni. Ezek szerint azt szeretnék, hogy térjenek át az emberek a töltősre. De várjál, mert még tovább tudom fokozni a helyzetet, mert van még egy dohánytermék kategória, ami még kevesebb jövedéki adót tartalmaz, az az úgynevezett szivarka. Amiből zseniálisan egyébként csinálnak olyan, olyan hosszú tízszálas dobozt, amit ha ketté vágsz, akkor pont húsz szál. Tehát... Jó hírem van, Fifika egyébként, te vagy az én emberem. Június 30-án jár le az alkotmányogi panasz határideje a jövedéki adó tekintetében, úgyhogy nekünk egyszer össze kell dugnunk majd a fejünket, mert zseniálisak ezek a számok, amiket mondasz, és ezeket mindenképp bele kell venni összehasonlításképpen. Ez egy elképesztő basszus. És hát ugye, hogyha, ha az adózás összefüggésben van a az egészségkárosító hatása, vagy az egészségügyben generált pluszköltségekkel, ugye, mert mindig ez a, a szajkózás lényege, bár ugye ebben az esetben én az alkoholt sokkal bűnösebbnek találom, mint, mint a dohányt, de ez legyen az én magánvéleményem, a, akkor, akkor meg aztán végképp nem értjük a, a sztorit. Tehát, hogy a hát. Az e-cigarettásokkal akarják kifizettetni azt a plusz bevételt, amit nem generálunk meg, vagy nem? Fogalmam sincs. To Totál. És ugye igen, ez a másik aspektus a jövedéki adónak, az egyik a, a keresletcsökkentés, és a másik pedig ez, hogy a társadalomnak okozott egészségügyi károkat e kipótolják a, a, a bevételekből. És mi van? Tehát ez egy, ez egy épeszű, épeszű bíróság előtt, ahol észérvekkel meg lehet védeni bármit, ez nem, hogy nem állna meg, hanem eldőlne, mint a dominó. Hát akkor most tegyük csúriba az újunkat, mert ugye pontosan ez fog történni ezzel is az alkotmánybíróságon. Úgyhogy... Hát remé reménykedjünk benne. Én, tehát reményhal, lepényhal, én azt például nagyon szeretem. <coughs> Úgyhogy hajrá! De ha már elmebetegségekről van szó, akkor átugranék a mai AB panasznak egy nagyon érdekes mellék szálára. Ez, 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 szintén az elmebetegség a köbön, sőt, olyan, mint egy, nem tudom, egy nem kafka, hanem mint egy őrkény novella kb. annyira abszurd az egész. Ez az őrkény novellára emlékszel arra az egy percesére, nem tudom konkrétan pontosan, hogy van, de hogy, hogy mit tudom én, kis, kis, Géza olyan gyorsan hajtott, hogy a következő kereszteződésbe jön magával itt között. Nem, ez nem. Ez nincs meg. Vagy csak már nem emlékszem rá, régen olvastam az egyperceseket. Akkor ez is ilyen. Szóval azt képzeljétek el, hogy most az alkotmány jogi panasz kapcsán kénytelen voltam nagyon-nagyon a, a, a mélyére ásni, hogy mi is történt itt az egész jogalkotás kapcsán az ízesítések betiltását illetően, és így mindennek utána járva, mindent lekapargatva, így ültem és meredtem magam elé, hogy ezt nem hiszem el, hogy ilyen létezik, és senkinek nem tűnik föl, hogy mi történik. Az van, hogy leegyszerűsítve elmondom, aztán kifejtem. Nagyjából úgy néz ki az üzesítések betiltása a jóalkotás szempontjából, hogy a TPD-ben van egy mondat, amit most átváltok arra, hogy javasoljuk a tagállamoknak a madarak megengedését, de legyenek tekintettel arra, hogy a madarak néha az emberek fejére potyanthatnak kakát. Ez a mondat van benne. Magyarország úgy dönt, hogy betiltja a madarakat. Viszont nem lehet a madarakat olyan egyszerűen betiltani, mert a TPD-ben az is benne van, hogy az ilyen dolgoknak a betiltása csak úgy lehetséges, hogy ha A. megindokolják, B. hatástanulmány csatolnak mellé. Magyarország elkezdi megindokolni, a madarak betiltásának az indoka, hogy a madarak néha az emberek fejére pottyanthatnak. A hatástanulmányban semmiféle vizsgálat nincsen azt illetően, hogy pottyantanak -e egyáltalán a madarak, évente átlagosan hány ember fejére pottyantanak a madarak, okoz-e bármi problémát, hogyha valakire pottyantak a madarak, nincs ilyen. A hatás tanulmányban egyetlen egy mondat van 16 oldalon belül, ami úgy szól, hogy bizonyos madarak néha az emberek fejére pottyanthatnak. És itt a történet vége. Adott egy feltevés, a feltevéssel indokolja, ugyanazzal a feltevéssel megindokolják a, az intézkedést, majd a hatás tanulmányba leírják még egyszer a feltevést. És ez történik, egészen konkrétan az van, hogy az ízesítések betiltásához hozzácsapták a nefinek az anyagát, amiben tényleg konkrétan egyetlen egy mondat van az ízesítésekről, hogy a gumimaci és a kis barátai vonzóak lehetnek, megindokolták azzal, hogy a WHO szerint a, 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 a vonzó Dohány, és még ki is facsarják, mert az a szerencsétlenség meg nem arról szól, hogy ész nélkül tiltsunk be bármit, ami vonzó lehet a gyerekek számára, és távolról rá lehet fogni, hogy köze van a, a, a dohánytermékekhez, vagy egy, olyan dohánytermékeket kell betiltani, a, amelyek valamilyen karakterisztikája kapcsán hasonlóságot mutatnak más olyan termékekkel, ami esetleg tetszett a gyerekeknek. Ott egészen konkrétan elmentem, nem, londonig elmentem kideríteni, mert ültem az angol szöveg fölött, és azon gondolkoztam, hogy most én vagyok a hülye, és én nem értem, vagy, 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 most mi a fene van, mert feketén fehéren benne van, jó, egy kicsit nyakatekert a mondat, de abból egyértelműen kiderül, hogy alapvetően arról van szó, hogy a gyerekek számára eredendően vonzó termékeket, mint például rákcsákat, édeségeket, stb. ne lehessen gyártani olyan kivitelben, amely úgy néz ki, mintha egy dohánytermék lenne. Úgyhogy van egy történész ismerősöm a Londoni Egyetemen, aki az általam ismert legotthonosabb, ja és angol természetesen, angol úri van szó, úgyhogy ő az, én azon ismerősöm, akinél nem ismerek olyan embert, aki jobban értene az angol nyelvhez, számtalan könyv szerzője, mint, tehát ért a, mind a nyelvtanhoz, mind a szövegértéshez, mind nélkül, és megkérdeztem tőle, hogy Figyi, Daniel, itt van ez a rohadt mondat, ez szerinted ezt jelenti, vagy azt jelenti? És így ült, és azt mondta, ez egyértelműen azt jelenti, amit te mondasz, semmi értelme a másiknak. Tehát fogják, kifacsarják az egészet, és oda bígyeztik oda is, hogy hó, hát az ízesítések, nehogy. És aztán ez történik. Tehát alapvetően a TPD minden előírásával ellentétesen A. nem lett megindokolva, mert egy feltételezés nem indoklás, nem lett hatástanulmány csatolva mellé, mert egy hatástanulmány az nem ez, egy hatástanulmány, az különféle környezeti, társadalmi, szociális következményeket vizsgál, felvetéseken szalad végig, hogy miféle kockázatai vannak, miféle előnyei vannak, tehát így néz ki, le van írva, hogy hogyan működik egy egy hatástanulmány, minek kell benne lenni, miről kell szólnia, nem, a nefinek a férc munkája van ott, ami nem hatástanulmány, könyörgöm. Úgyhogy keresztülment az EU-n, keresztül ment mindenhol, senkinek nem tűnt föl, hogy... A hogy senki hogy, nem olvassa, Krisztián. Senki nem ol... de, de, de akkor ez mire van? Öh, ott megboldog... ülnek a kis aktatologatók és nem csinálnak semmi. megboldogult Horn Gyula még azt hiszem, hogy külügyminisztersége alatt ilyen körleveleket írogatott a, a konzuloknak a külképviseleteknek és a, az egyik körlevélbe beleírta Petőfi Sándor anyám tyúkja két sorát és megnézte, hogy hányan szólnak vissza hát senki nem szólt vissza ki ezért, ki azért, és nem szólt egy büdös szót se. <laughs> szót se. De ergo nem olvasták a leveleit. <laughs> tehát szerintem nagyjából ugyanez van, tehát oda nyugodtan lehetett volna egy József Attila idézetet írni, mint hatástanulmányt, vagy bármit. <laughs> Akkor is átment volna az önbenet. Ön. És az van, hogy ez engem annyira fölpaprikázott, hogy ebből indítok egy... Európa Parlamenti petíciót is megtámadom ezt az egészet, mert ez annyira nonsens, hogy ilyen a, a világon nincs, hogy srácok, bele, megpróbálom belenyomni a saját órukat, hogy ezt most így mégiscsak hogy. És még ma délután az utolsó pillanatban jutott eszembe, amikor fejezgettem be az alkotmányjogi panaszt, hogy basszus, ha ezek nem csináltak egy hatástanulmányt, csináljunk mi már egy hatástanulmányt, tehát itt van egy csomó értelmes kérdés, amit vizsgálni kellett volna ebben az esetben. Mégis mi van? Úgyhogy akkor gyorsan összerítjentettem egy ilyen kis Google Forms-os valamit, körbeírtem a csoportokban, és három óra alatt 534 kitöltöttem. És képzeld hogy ez csak hm? egy óra, vagy másfél, vagy két óra volt. Három, három óráig volt három? Én egyébként. Három? igen. De hát három. akkor is elképesztően sok válasz érkezett ez alatt a rövid idő alatt is, amit nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönök mindenkinek. És ebből kiderültek értelmes válaszok. Nyilvánvalóan ennyire sebtiben összedobott valamiből messze menő következtetéseket nem lehet levonni, de a blogon írtam is erről egy kis összefoglalót, a, a kulcs findingokat összeszedném belőle, mert baromi érdekes, az nagyon-nagyon látszik belőle, hogy amit a, a, a nefi, meg az egész szakpolitika próbál elítetni mindenkivel itt a szabályozás környékén, hogy ez a szabályozás kizárólag arról szól, és kizárólag az a következménye az ízesítések betiltásának, hogy talán kevesebb gyerek fog majd egyszer ne adj Isten dohányozni, mindenféle bizonyíték nélkül természetesen, pusztán egy feltevés, ennyi lehet maximum a következménye az ízesítések betiltásának, hogy talán kevesebb gyerek fog egyszer majd dohányozni. És ezzel szemben baromi érdekes kérdések vannak, például egyből fölmerül ez a kérdés, hogy az ízesítésétől megfosztott elektromos cigaretta az alkalmas -e egyáltalán arra, hogy ellássa a feladatát, képes-e kiváltani a dohányzásra. És erről szólt egy kérdés, hogy elkezdte volna használni az e-cigarettát annak idején, az utántöltők nem lettek volna ízesítve. 78,1% több mint a háromnegyede a válaszadóknak azt mondta, hogy nem. Ha nem lett volna annak idején ízesítése az elektromos szigaretták, akkor maradt volna a hagyományos dohány termék. pont. Semmi értelme nem lett volna ennek az egész történetnek. Ez például egy egészen érdekes hatás, mert nyilvánvalóan mi, akik már átszoktunk minket, ez nem érint a beavatási fázis, a korai fázis, de például van itt Magyarországon még több mint két millió felnőtt dohányos, aki lehet, hogy előbb-utóbb megfordul a fejébe, hogy tök jó lenne, hogyha mondjuk plusz 10-20-30 évet összeszedhetne az életéből, hogy mondjuk a gyerekeivel meg az unokáival játszon, és ne egy vastüdőben szenvedjen néhány évet, és aztán múljon ki kínok között. Nekik ez például egy baromi érdekes kérdés lehet. De hogyha már itt vagyunk mi, akik már elektromos cigarettázunk, velünk mégis mi a fene történik? Azt még egy ilyen... rá fogják, vagy ránk fogják sütni, hogy hogy ez azért nem állja meg a helyét ez a fölmérés, mert mindenki, akit megkérdezté elektromos cigarettát használ. Ergo elfogult, bazd meg! Na jó, de hát olyan kérdés nehéz fölteni egy nem dohányzónak, hogy milyen, milyen folyadékot... De szívtál hogy... volna elektromos cigarettát, ha szívtál volna, akkor, hogyha izé... Tehát, ah. Ez a rászoktál hát, volna akkor, hogyha, hogyha nem lett volna és Egyébként nem dohányzol, de rászoktál volna, és így... Hmm, akkor igen, azt hiszem, hogy akkor... Tehát, meg. ez pont olyan... Nyilván mint... lehet ezt csűrni csavarni, és ezt pont ezt imádják is csűrni csavarni ezeket. Jaj, vagy, jaj, is is vagy, vagy, ez a nemzeti konzultációs ív jön neki, hogy ugye, ugye, hogy rászoknának a gyerekek a cigarettára, hogyha, hogyha gyümölcsös e cigaretta lenne a piacon, ugye, ugye? Igen, igen, nagyon igen, és igen. szeretem a focit, ez a három lehetőség van. Igen, önök szerint a fiatalok, hogyha nem öljük meg az elektromos cigarettát, nem fogjuk el írmagjában, önök szerint a fiatalok A. rászoknak a dohányzásra, B. dohányozni fognak, C. nem fognak dohányfüsmeltes életet élni. Édes Istenem. Ez szóval a másik nagyon érdekes, fontos kérdés, hogy mi történik azokkal, akik már elektromos cigarettáznak, mert ugye, hogy most így képzelgünk azon, hogy gyerekek szeretik a gumimaci ízeket, vagy nem szeretik a gumimaci ízeket, az egy dolog, de hát itt azért van több százezer felnőtt, boldogányos elektromos cigaretta használó. Aki, aki nem véletlenül használja ezeket az eszközöket, mi történik velünk, ha betiltják az aromákat, a aromákat? Úgyhogy egy olyan kérdés is fölmerült, hogy ha megszűnnének az ízesítések, és magadnak sem keverhetnél, feltétlenül szerettem volna kizárni az, hogy ne a, a szélsőséges esetek felé menjünk el, hanem átlag felhasználó szituációjában képzeljük bele magunkat, tehát ha megszűnnének az ízesítések, és magadnak sem keverhetnél, hogyan reagálná. Hát a igen. Ez, ez, ez egyébként ugyanaz a sztori, érted, hogy a a, mondok egy ilyen kitaláltat, hogy a, 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 narancs, a rostos narancslében ö, a, a rost anyagot és a, nara, két különböző anyag adja. Az egyik a rostot a teveszar, a narancsiszt meg egy re, ro, rettentően káros ö, ilyen aroma és elkezdenék azért harcolni, hogy vonjuk ki ezt az aromát ebből a, a narancsléből, mert, ezt, mert ez tényleg azért fölháborító, hogy milyen káros és, és rossz és izé, és utána te vesz a rízű lenne a narancslé. Szerinted ki a faszom lenne belőle? Hát én. Attól függ, hát függ én. Ha engem kérdezze, <laughs> hogy a nefit. A nefi szerint mindenki. Mindenki. <laughs> mindenki is. Mindenki ő, is. Őrület. Szóval mi történik velünk elektromos cigaretta használókkal, hogyha egyik napról a másikra megszűnnek az ízesítések, mert nyilván nekünk is valahogy le kell reagálni ezt a történetet. A válaszadók 70%-a válaszolta azt, hogy a fekete piachoz fordulna megoldásért, és onnan szerezné be már illegális módon az után töltőit. 70%. 16,5% azt mondta, hogy az élvezeti értékétől teljesen megfosztott elektromos cigaretta már nem lenne a továbbiakban jó számára, és a legvalószínűbb az az, hogy előbb-utóbb bizony visszatérne a dohányzáshoz. 16,5% 6,9% mondta azt, hogy abba hagyná az elektromos cigaretta használatot, mert semmi értelme nem lenne onnan, de biztos, maga biztosan tudja állítani, hogy nem térne vissza a dohányzáshoz ennek ellenére sem. 6,6% a maradék, 6,6% pedig valahogy megpróbálna együtt élni a, 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 az élvezeti érték nélküli, ízesítés nélküli elektromos cigarettákkal. Tehát a felnőtt elektromos cigaretta, megkérdezett felnőtt elektromos cigaretta használó állampolgárok összesen 13,5%-a az, aki úgy gondolja, hogy képes lenne valahogy megoldani az ezáltal keletkezett problémát úgy, hogy az egészségkimelő és legális is maradjon. A maradék 86,5 százalék pedig vagy dohányozna, vagy pedig illegális úton szerezné be az ellenőrizetlen minőségi utántöltőket. Ezt csak megtapsolni tudjuk. Azt tegyük hozzá, Krisztián, hogy amit mondtál, hogy úgy gondolja, benne van az is, hogy ez a 13 százalék úgy gondolja, hogy valahogy meg tudná legálisan oldani, hogy mit tudom is én, ő nem szívna semmit. És aztán a 13-ból lenne még Szignifeká. Na, csak kimondom. Szignif, még egyszer. kimutatható rész, ami ö, elesne, elbukna ezen, és ö, visszanyúlna és a cigarettához. Akkor mit, csinálna? mit csinálna bizony, ahogy mondod? Visszanyúlna a cigarettához. Ne felejtsük el, hogy egy olyan intézkedésről van szó, ami a dohányzás visszaszorításáról szól, és minőségbiztosításról, és hasonló ilyen történetről és az emberek többsége mégiscsak vagy visszatérne a dohányzáshoz, még nagyobb többsége pedig a fekete piac felé fordulna, és ilyen kérdéseket nem feszegetünk, tehát minek erre hatástanulmány? Semmi rossz hatása nem lesz ennek az intézkedésnek, de a gyerekek, milyen gyerekek? Hát azt nem tudjuk, de a gyerekek. Hát így, ennyire, ennyire bizarr és abszurd ez az egész történet, hihetetlen. A ami eszembe jutott egyébként, és ilyenkor mindig elkap a gépszi, a, a Google Spreadsheetedről, hogy ö, nekünk is jönnek azért a, a milestone-ok, -ok, és most a 150 az a borzasztó, gyorsan közeledő, 145-nél járunk, bazd meg most. Már a kanyarban dudál. Az, el ne basszom minket. <gül> <gül> szóval... Ö, amit, uh, amit említettünk az előző adásban, az kezdett egy picit lekristályosodni, kikristályosodni, lecsengeni bennem. Ugye most arra nem uh, szabad uh, készülnünk, hiszen mi vagyunk mindig azok, akik azt mondják, hogy már pedig gyerekek hiába zárt körül egy rendezvény, hiába mit tudom is én milyen, nem lehet akkor sem elektromos cigarettát beltéren, egy mit tudom is én kávézóba akárhol használni. Mi köpnénk szembe saját magunkat, hogyha, hogyha ennek ellenére egy ilyen bulit tartanánk valahol. Meg kell próbálnunk a törvényesség határain innen mozogni még, és épp ezért tényleg nem azt mondom, nem akarom túl misztifikálni, hogy csak a krém, meg csak a top-top a, a userek, hiszen nem, hát nem csak ők, és nem csak azok hallgatják, akikkel mi napi kapcsolatban állunk, tehát el nem tudom neked mondani, milyen felemelő érzés volt, hogy nem érzem én sem magam akkor a celebnek, mikor azt mondja valaki, hogy gyere, csináljunk egy közös fotót, és az meg, na, hát itt tartunk, meg kapunk okleveleket tőlük, meg szóval zseniális a hallgatóságunk, mindegyiknek megköszönném külön-külön, ha tudnám a, az e-mail címüket, de szóval én összeállítottam egy, egy ívet, hogyha, hogyha megengeditek, és a, azokat a kérdések, hogy egy picit tudjuk, hogy, hogy mi lenne jó. Tehát nem az a, tehát mi tényleg elmentünk Debrecenbe, basszátok meg a világ másik végére elmennénk azért, hogy találkozzunk veletek, de, de hát azt lenne jó tudni, hogy kinek mi, a, mi a komfortos. Ö, ilyen abszolút egyszerű dolgokat kérdeztem, hogy e-mail cím, polgáriné, Facebook, profil, linkje, mert szeretjük tudni, hogy ki az, aki el akar jönni. felőlem aztán lehet navos is, ha elcigizik, érted? Tehát nem, nem az a lényeg. Hallgatja a podcastet, Ez számomra fontos dolog. Hogy tényleg azért közönség találkozó, hogy olyan emberekkel találkozunk, akik szeretik azt a műsorformátumot, amit mi csinálunk. Most már három éve rendszeresen hallgatja, és a többi, és a többi. Honnan érkezne? Tehát ez, ez az, ami legfontosabb nekem. Honnan érkezne, és hol lenne ideális számára? Budapest, Pest megye, más lentebb leírom hol lenne ideális számára Budapest, Pest megyében én Gödöllőt írtam be, mert ott, ott a, az ismerősömnek a, az éttermében tudnánk enni, mellette meg egy baszom nagy ö, park van, hiszen ez a Gödöllői kastély mellett van, vagyis a Szent István Egyetem mellett van, tehát egy tényleg óriási park van, ott lehetne gőzölni fest, illetve beírtam még utólagos engedelmeddel Fifik a Dóc City-t. Köszönöm hmm. szépen. Ö, van, és egy, a, van egy büdös nagy művelődési ház. Ne, ne egy folytasd, gyünyörű... azért ne folytasd, mert mindjárt mondom, ne folytasd, hogy miért ne folytasd. Ev és Evés ivásnál a legfontosabbakat ennék, innék, csak ennék, csak innék, azt két vagyok, nem eszem, nem iszom opciókat írtam be. A válaszokból az kristályosodik ki, és ezt be fogom tenni a linket még egyszer majd ide a show notes-ba, 30 jeleztek idáig. Még egyszer mondom, ez, tehát ha valaki jelzi, az nem azt jelenti, hogy hogy el is fog tudni jönni. A kereteink szűkösek, és na. Az derült Ó, ki belőle... megint megint nyúzás lesz, Charlie. De nem érdekel, Krisztián. Tehát ugyanúgy, ahogy én nem azért akarok szervezni egy ilyet, hogy utána azt hallgassam, hogy miért, milyen szar volt, nem volt ingyelik, nem volt anyámkínja, amúgy is szar volt. Szóval a lényeg a lényegben érdekes egyébként, tehát beraktam a linket, ez szövegértelmezésből nem tudom, hogy hogy sikerülne nektek. Gyerekek, ezt máshol ne hoztátok meg. Akik itt vannak a csoportban, azok töltsék ki. Kérdés, tagja vagy a párásító csoportnak? Válasz, nem. Na, szóval itt, itt megakadt a, fonal. Rendszeres hallgatója vagy a podcastnek? 40%-a nem. Néhány adás meghallgatott. Na és honnan érkeznél, most úgy nézzünk ki, hogy Budapest és Pest megye az összesítve 40-50-60-70 százalék fölött egy picivel van. Úgyhogy ezt figyelembe kéne vennünk, és hogy hol lenne ideális a számára, mondom nektek a számokat idáig. Budapest 83 százalék, Pest megyében Gödöllő 13 százalék, és Fifika te voltál a dósz, egyedül valaki nyomott egy City-t. 120%. Nem. Százalék. nem én voltam. Mi? Nem én. Na mindegy, voltam. egy valaki nyomott dócot, tehát ezért mondtam, hogy ne nagyon sorold, mert mert akkor így nem. tehát tényleg beírjuk, és akkor tudod, várjuk itt kint a műfáz előtt az embereket úgy sorba állva. Hogy szia, örülünk, hogy eljött, és akkor itt jön egy ember a, a, a vonattal, de azzal is késne egy vonatot, úgyhogy. Most egyelőre úgy néz ki, hogy Budapest. Hát pedig, aki nem látott még a Dóci Művelődési Házban az óvodás farsang díszleteit, az nem látott még semmit. Pedig most is, most is az lesz, tehát valószínű, hogy, hogy picit megváltozva, de a farsangi díszletek között. Lehetnénk, meg van hangosítás, meg van rádiós mikrofon, meg tűzrakóhely, meg tekepálya, meg. Jaj, értem, tehát most egy kicsit már elkezdtél itt izélni, marketingelni. Jó, jó. Nekem mondom, tehát mondom, nekem édes mindegy, de tényleg, hogyha nem jönnek le az emberek, akkor bigiribaszhatjuk. És mondjuk mondom itt, hogy honnan jönnének még, akik nem pestiek, azt mondja. Zalakaros Pápa, Bicske, Győrmoson, Sopron, Zalaegerszeg, wow. Moson, Magyaróvár, Puszta, Magyaród, Nagykanizsa. Tehát... Nekem van a... még egy ötletem, Csíkszereda. Az mindenkinek kurva messze van. Tudod, podcast közönség találkozó, úgy, ta, úgy szervezzük, hogy egy nap oda, egy nap vissza, és egy nap buli, plusz egy nap józanodás, tehát egy ilyen négy napot mindenki vegyek. Négy napos. Plusz ugye a busz. De hát buszra nem ülünk a a veronai tragédia ö, fényében, úgyhogy ö, vonattal jön mindenki. Na szóval itt áll most ez a, ez a kérdőjég. Nem vonattal, Charlie. A 150. Postcast zarándokút. <laughs> Várja, majdnem azt mondom, hogy Kóza Nostra, de... mi, mi, az Isten az a, az a legendás zarándokút? Kamino. Az -e a Camino? Ez a el, ja. Elpárásító. <gül> elpárásító. <gül> De az milyen volna, érted így, lefoglalnák két hálószerelvényt a csíkszeredai vonaton. Az egyébként pont egy ilyen 12 óra valahány perces út. Úristen, <coughs> de azt tudod mi van. Elmész, a vonatra felszállsz, bebaszol, és még a vonaton kiózanodsz. <laughs> hát cool. Egyébként Ez nem semmi, mert végre, már. végre lenne egy olyan tömegközlekedési eszköz, ahol mondjuk ihatnék én is. Hű, hű, lenne Ámó izé harca mikrofon előtt. <laughs> és aztán lehetne ott fordítani, hogy mire gondolt a szerző. Én Na, sweetboxolók, ez Hát ez egyre jobb. Na, szóval. A fésü köré hajtogatott zsírpapíron kísér. <gül> 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 szóval oh, mi is töltsük ki embe. egyébként, mert, mert úgy lesz autentik, hogyha az mi lenne magunkat, zárnánk ki. Mi már nem fértünk be, nem engedtük be magunkat. Én nem érzem ki a szükségét, hogy kitöltsem tekintve, hogy úgyis ott kell lennem bárhol van. Tehát... Igen, de akkor tudok veled számolni, között. hogy most akkor mit ja. tudom is, én te vezetsz. Aha, igen. Hát akkor néhány évig halaszul még ezt a találkozót. <laughs> Találkozunk az ötszázadik vagy a, a Millet ö, podcast találkozó. <kül> ja, melyikünk koporsóján. <a> <kül> Jaj. Na, szóval töltsétek, töltsétek, töltsétek ki. Ö, tényleg arra próbáljuk, a, tehát arra senki ne készüljön. Fifika, te is erősíts meg benne, meg hát jogkövető, vagy úgy mondom, ö, jó jogkövető vagyok, és ezer millió linket be tudok linkelni a témában Krisztián, hogy ez a találkozó valóban a podcastről... Még egy Még egyszer? Teged jó vagy! De most, hát miért? Ha hát nem az vagy, de... Na, é, ö, jó. vagy a Krisztián vagy a minden cicát befogadok, ö, hogy ö, ez nem arról szól, na most, hogy likvid meg ajándék, mert nem lehet, és nem lehet, meg még olyan dolgok, amik kellemesek számunkra, és nektek is azok lennének, nem lehet. Kérdezzétek meg, de a választ nem lehet. Tehát itt azt lehet, hogy kint gőzölünk a jó időben, és beszélgetünk, meg, meg csinálunk egy adásfelvételt. Tehát ez lehet a legálban maximum, amit ki tudunk a helyzetből. Hát még esetleg bekarmolni. Nagyon. Tehát ilyeneket hát. tudunk elképzelni. Javítsatok ki, ha rosszul mondom. Nem. Teljesen jó gondolod. Oké. Okay. És akkor Krisztián, kezdjél te is gondolkozni egy helyen, ami, ami ennek megfelel, mondjuk. Ó, oh, Western Pub. Ez a mániája, meg. Nem, Krisztián, egyszer beégtem. Soha többé. Ott, ahol nem lett bankkártyával fizetni, kész. Vége. Ezt meg kiviszel akkor is majd a lomtalanításnál minket. Mindegy, nem, 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 nem. Ö gondolkozunk, gondolkozunk, és, mindenkinek mondjuk ezt, hogy aki, aki podcast velünk tart, ez egy hülyén hangzik, de igen, töltsétek ki, aki, érdekelt és hallgat minket. Aki lángot látni akar, mind legugoljék. Lackó Attilának mindenképp jönni kell, hiszen vagy ha nem jön, akkor is a tortát küldenie kell, meg ilyen apróságok, tehát mi odafigyelünk az ha más, ha más nem, akkor kamionnal. Basszus, párásító podcast featuring Lackó Attila parti kamion, mint a Knight rider amikor a, a, kaszni hátul be van rendezve mindenfélének, ott a parti. Jaj, de elképzeltem az üvegkalickába, és akkor nyomnánk az élőt. Ha, az meg és mondjuk úgy lenne, csak, úgy lenne, hogy mennénk... Csak zárt, zárt és ilyen tejfehér köd lenne az egészben. Mennénk le Dócra, és mögöttünk jönnének a többiek ugye az autókkal, mi meg ott a, a kalitkában adnánk ö, ultra rövid hullámon, és akik környékünkön vannak, azok hallanák a kocsiban a kalózrádiót, és nem tudnak elfogni sem minket, hisz mozgásban lennénk. Na. Hát hülyeség, persze tudunk mondani, napestig. Van de... egy kalóz rádióm, Charlie, hogyha ezt ki akarod vitelezni, akkor egy <kül> kalóz rádiót tudok. Hát, mit mi nincs? Mond, mit nincs? Nem tudok olyat kérni, amit nincs. Figyelj Azt már, van Charlie, neked effekt? hogy full legálba nyomjuk, és Igen. akkor így a frekvencia engedély, meg ilyenek. Hmm. <sínt> ezt, ez, csak egy, itt tudom én, mennyi, nincs egy kilowatt az egész. <sínt> Jó, ez, ilyen kandós időket idéznek ezek a rádiók, a tíz órás lejátszási listák, bekapcsolva hagyott Tudod, és akkor kalóz rövid hullámon, mint a Szabad Európát tekergetnéd, ú, de zsír volna, Istenem. Kinek van még rövid hullámú rádiója? Hallod, vál? hallod, há -há. ez a, figyelj, meg, megérkezik oda egy ilyen kis busz, hello, szia, rajta vagytok a listán? Nem, de szerintem mi bemehetünk. Ó, oh, nem vagy rajta vendég is, nem jöhetsz be. Az NMH-tól jöttünk, és uh, kalózrádiót <laughs> észleltünk a környéken. Ő uh, uh, nincs is semmi látnivaló. <laughs> Ki három <szögeltük> a helyet. Vagy <laughs> fifikálta, hogy bilincsbe elviszik, tudod, matrészegen, hátra kézzel, és Mondja a kocsiba, be, mikor hogy tolják be a fejét, ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni. <laughs> baszódni. Egyétek <laughs> Nézd, tovább Rány a Freedom! <laughs> 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 <Gözlér> pulver. <laughs> <laughs> Mit füstölöksz itt, töcsém? <laughs> Na, úgyhogy, úgyhogy ennyi, és még egy abszolúte off sorozatot kihagytam, de ezt meg kell említenem, hogy erős volt a Walking dead -nek a fél évad folytatása. És mindenki ennyivel érje be, mert én nem vagyok hajlandó Walking Dead-et spoilerezni. Nézzétek Ach, meg, mert... Bármi más nekem. Miért? Megnézted a vikingeket azóta? Nem. Akkor most elmondom, az történt, hogy... Nem, ne? megvárom vele, amíg elfelejtem, hogy mit mondtál. <laughs> az, az jó. De egyébként a Walking Dead-et sem nézted most? Én, én, megálltam az első epizód után, és még mindig Hú, nem. Ilyen, meg... ilyen, hogy hívják, kiskutyás, kiscicás sorozatokat nézek. Mióta azt az, az epizódot komolyan mondom, nem bírok, nem bírok, Krisztián, hogy Krisztia, figyelj, Aggresszív idáig el éppen. kell jutnod, mert ebben egy olyan, olyan új dimenziója nyílik meg a hentelésnek, bazd meg, hogy, hogy ezt, ezt most jó volt nézni. Tehát Ennyi. A, 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 a... Charlie ezt már pornóként nézi. Figyelj de... már, az utolsó három <höh> évadban nem döglött meg annyi zombi, mint, mint az egyik jelenetben, hangsúlyozom, jelenetben három másodperc alatt. És nem robbanás volt, Krisztán. ez a leggyönyörűbb benne, nem robbanás. Én volt. Nagyon szeretném folytatni, Charlie, nagyon érdekel, hogy mi lesz, de mi, nem sikerült még leküzdenem ezt a tudatalatti szorulást, amit okozott bennem az első epizód. <hállt> Segítek, akkor Glenn meghalt, de nem igaziból, szóval meghalt. És a, hogy hívják, wilson akartam mondani. A vörösfajú is. De Köszönöm, hogy emlékeztettél rá, Igen. hogy miért, miért is adtam meg a sorozatot. Igen, hallod, de mikor a Lusillon lógott a Glennnek a fejbőréből egy szafat, vagy az agya, már nem is tudom. Na most már biztos nem folytatod. De várj, ezt fölírom ezt a napot, hogy Krisztel itt döntötte el, hogy nem nézi tovább a Hawking Dead-et. Jaj, na jó nézek van. Nézek supergirl nyugi. Pff, atya úristen, ez nem, Krisztián, ugye nem? Én mondom, hogy limonádékat nézek, az azt hiszem, ezt... viccelek. Hát ezt nem hiszem el. Hát azt elkaszáltam ha hát két rész után. Hát hogy lehet? Supergirl, Scorpion, Big Bang. Ilyen, ilyen kis nevetgérős vígjátékokat nézek, hogy ki ki kilúgozzák az agyamból a, az emlékeket. Hát ezt nem akarom elhinni. Ezt úgy hívják, hogy lelki és szellemi megtisztulás. Na jó van, nem vagyok hajlandó veled tovább akkor ilyenekről beszélni, meg semmiről nem vagyok hajlandó tovább beszélni. Menjünk a picsába, találkozunk jövő héten, mindenkinek köszönjük, aki végighallgatta a mai adásunkat. Jövő héten találkozunk, megint egy héttel közelebb a párasító Podcast közönség találkozóhoz. Sziasztok! Sziasztok! Érjé. Ez itt a hatásszünet volt. Ekkora hatásszünet! Neked van a legnagyobb hatásszüneted a világon. Köszi, sziasztok! <síl>